Örömmel és szeretettel köszöntöm a testvéreket szeptember 1-én, ígéretemhez híven, miután Isten éltet és adott kegyelmet ahhoz, hogy új könyvbe kezdjek, elkezdem Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levelének a magyarázatát. Nem az első verset olvasom most, hanem bevezetésként a római levél 15. részéből hallgassuk, a 17-től 19-ig, majd pedig a 23-tól a 25-ig terjedő verseket. Krisztus Jézusban tehát van okom a dicsekvésre Isten előtt, mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit nem Krisztus tett általam a pogányok megtéréséért, szóval és tettel, jelek és csodák erejével, a lélek ereje által. Úgyhogy Jeruzsálemtől kezdve egészen Illíriáig mindenfelé hirdettem a Krisztus evangéliumát. Most pedig, mivel már nincs munkaterület ezeken a vidékeken számomra, és sok éve vágyódom arra, hogy eljussak hozzátok, amikor Hispániába utazom, el is megyek hozzátok. Remélem ugyanis, hogy átutazóban megláthatlak titeket, és ti fogtok engem oda útnak indítani, ha már előbb egy kissé felüdültem nálatok. Most pedig Jeruzsálembe megyek a szentek szolgálatára. Valaki megkérdezte tőlem, hogy a Biblia minden könyvét szeretném végigmagyarázni. Elnevettem magam, hiszen évtizedek kellenének ahhoz, hogy ezt a feladatot valaki elvégezze, de végezzük a szolgálatot úgy, hogy kezdtem a Filippi levéllel, akik emlékeznek még rá, a számomra legkedvesebb bibliai könyvvel. Azután Jézus életét vettük végig, Lukács evangéliuma alapján, életét, halálát, föltámadását, mennybe menetelét. Jött Lukács evangélista második kötete, az apostolok cselekedetei, a folytatás. Azt, amikor végigvettük legutóbb, menet közben megfogant a szívembe, hogy a római levéllel folytassuk. Akkor még nem volt tudatos bennem, vagy nem gondoltam én arra, hogy kikötünk éppen Rómában, hiszen az apostolok cselekedetei ott fejeződik be, hogy Pál megérkezik Rómába, és éveket tölt ott, aztán már nem tudósít tovább az evangélista Lukács, hogy mi történt, néhány évről még hírt ad így összefoglalólag. És most, hogy eljutottunk a római levélhez, már bennem fogalmazódik, hogy folytatjuk majd az első és a második korintusi levéllel. De nem erről akarok én mindenképpen szólni, hanem annak az örömömnek szeretnék szót adni, és azt tovább, hogy Pál apostol nem csak hogy Jeruzsálemtől Illíriáig, ahogy írja, vitte az evangéliumot, és most, ahogy a levélben írja, készül Rómába is, de tulajdonképpen túllát Rómán, ő Hispániába, ugye mai Spanyolország és félsziget, ibériai félszigeten hirdetné még az evangéliumot a tervei szerint, de most éppen Jeruzsálembe tart. Már a harmadik missziói út után vagyunk, most ér vissza a kiindulási pontra, és hozza az adományokat a szegény jeruzsálemi gyülekezet részére. És már fogalmazódnak a tervei.
Isten átírta az ő terveit, nem valószínű, hogy Hispániába eljutott, mert Jeruzsálemben fogság várt rá, ez 59-ben történhetett, és a levél is ebben az évben született, ő ezt a levelet még Korintusból indította el, és megérkezik Jeruzsálembe, a fogság után ő már fogolyként érkezik Rómába, és valószínű, hogy arra már nem volt módja, hiszen Néró idején őt néhány év múlva kivégezték, hogy Hispániába is eljusson. De ahogy olvastam, az ő nagyívű szolgálatát Jeruzsálemtől Illíriáig, ahogy mondja, vagy írja itt a levélben, Illíria tulajdonképpen a Dráva. Illíria vége itt a felső határa, a magyar határ, a mai magyar határ is, a Dráva mente. Ugye még 1000 évvel a honfoglalás előtt voltunk, amikor Pálék elhozták idáig az evangéliumot. Pannonia területe volt ez, lejjebb pedig Dalmácia. És készül Rómába. Megnéztem az adatokat, hogy micsoda távolságot jár be az apostol. Hát Jeruzsálemtől Rómáig légvonalban 2300 kilométer az út. És Rómától Hispániáig, amit tervezett, 1300 kilométer. Az akkori közlekedési eszközökkel szinte hihetetlen, hogy ezeket a távolságokat bejárta. De ami még nagyobb dolog, ő a lélek erejével hirdette, elhívása alapján a pogányoknak elsőrenden a Krisztus evangéliumát, és akár eljutott Hispániaig, akár nem. Ami örömünk az lehet, hogy hozzánk is eljutott. A világ minden pontján hirdeti az apostol a nagy örömhírt. És dicsőítjük Istent, hogy ugyan nem kötötte az apostol orrára, hogy a római levél a Bibliába kerül, de megiratta vele ezt a grandiózus, hatalmas levelet, talán a legnagyobb levele Pálnak, leghatalmasabb kifejtése az evangéliumnak, és mi pedig fotelben ülve, vagy csöndes hallgatással bárhol is, akár kórházban, akár utazás közben, hallgathatjuk részleteiben is a rómaiakhoz írt levél magyarázatát. Úgy legyen, induljunk Isten kegyelmét kérve erre az útra.